Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Magyarországon évek óta, sőt, évtizedek óta zajlanak az ingatlan piaci átverések, csalások az építési beruházók részéről. Ezek az ügyek megjárták már az összes hatóságot, bíróságot, médiát és a kormányzati szereplőket. A nyomozások ennek ellenére évekig folynak, és nem történik semmi, miközben emberi életek és családok mentek tönkre, emberek százai maradtak lakás és pénz nélkül úgy, hogy ezzel egy időben a lakhatásuk nincs megoldva. Kiemelkedik közülük a Váci felső törökhegyi úti és a Fokos utcai lakóparkok ügye, ahol 121 károsult évek óta hiába vár arra, hogy elkészüljön a lakása. Több mint 300 millió forintot buktak az ügyleten, ennek ellenére érdemi segítséget eddig a mai napig senkitől nem kaptak, a Mi Hazánk mozgalmat végső elkeseredésükben keresték meg. A felső törökhegyi úti lakóparkban 2020-ban kellett volna átadni a lakásokat, a 12 épületből azonban csak 2 áll készen, de lakhatási engedélye azoknak sincs. Munkavégzés az építési területen 2022 ősz óta nem volt, őrzés sincs, a már elkészült lakásokból a tolvajok minden mozdíthatót elvittek. A Fokos utcai lakóparkban 2022. decembere óta egy 14 lakásos, takaros lakóparknak kellene állnia, de az épületek nem készültek el az ígért lakásokkal. A károsultak között nyugdíjasok és kisgyermekes családok is vannak. Van olyan károsult, aki mindenét elvesztette. Többen az eredetileg befizetett pénz mellett is utaltak jóhiszeműen a kivitelezők számlájára, hogy meggyorsítsák az építkezést, de az is oda lett. A vevők nem tudják, mi van a pénzükkel, mi lesz a lakásokkal, a kivitelezők, akikkel a szerződést kötötték, elérhetetlenek. Sokan hitelből vásárolták meg a lakásokat, az infláció miatt a törlesztő részletek is emelkedtek, és az évekkel ezelőtt befizetett pénz mára alig több, mint a háromnegyedét éri. Ez súlyos tragédia az érintett emberek életében. A kivitelezéssel megbízott két cég egyszerre több lakópark építésébe is belefogott, az első ütem eladásaiból fedezték volna a következőt, de még az első sem készült el. Évekig ment a hitegetés, a magyarázkodás, a másokra mutogatás, ráadásul a kivitelezők nem rendelkeztek a megfelelő engedélyekkel, és nem fizették ki az alvállalkozóikat sem. A két cég jelenleg felszámolás alatt áll, és több végrehajtási eljárás is indult ellenük. Tisztelt országgyűlés! Külön felháborító az ügyben, hogy az egyik kivitelező ügyvédje az a dr. Néveri István volt, aki a 2019-es önkormányzati választásokon a Fidesz színeiben indult Vácon polgármesterjelöltként, és Rétvári Bence miniszter helyettes az idei önkormányzati választásokra is vele szövetkezik. Ügyvédként valamennyi előszerződést dr. Néveri István szerkesztette és ellenjegyezte. A károsultak egy része az előleg befizetéséről nem is kapott igazolást. A nyilvánosan elérhető földhivatali adatok alapján a Fokos utcai telket a kivitelező 2021-ben tőle vásárolta meg. Ennek ellenére azt állítja, hogy az építtető gazdasági társaságokkal soha semmilyen gazdasági üzleti vagy más kapcsolatban nem állt. Tisztelt képviselőtársaim, megállja a helyét az a mondás ebben az ügyben is, hogy a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Mondanom sem kell, hogy a Fidesz a Váci Szellem lakópark ügyében eddig érdemben egyszer sem szólalt fel, pedig lenne rá oka, hogy kiálljon a károsultak mellett. A károsultak számára kiutat jelenthetne, ha találnának olyan befektetőt, aki hajlandó pénzt fektetni a lakópark felépítésébe, de a munkálatok a mostani árakon nyilván lényegesen drágábbak lennének, mint amire eredetileg szerződtek. Tehát még a legjobb esetben is évekbe telhet, mire felépülnek a lakások, már ha elkészülnek egyáltalán. A magyar építészetről szóló 2023. évi százas törvény rendelkezései 2024. október 1-én lépnek hatályba, vagyis a tervezőket és a kivitelezőket érintő felelősségbiztosítási rendszer bevezetésére is csak majd akkortól kerül sor. A kérdés az, hogy mit tesz a kormány azokkal a becsapott, félrevezetett, anyagilag megkárosított emberekkel, akik ezelőtt vásároltak ingatlant. Mit tett a kormány az elmúlt években, hogy megakadályozza a visszaéléseket, biztosítsa az érintett beruházók, kivitelezők felelősségre vonását?
Tervezi a kormány a károsultakat kártalanítani, miközben a csalók vígan élik luxus életüket itthon vagy külföldön? Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyeket fel sem kellene tenni, ha felelős, az embereket óvó, a csalóktól megvédő kormánya lenne Magyarországnak. Ugyanis ezek a csalások a rossz törvényi szabályozás és a nem működő hatósági rendszer miatt valósulhattak meg. A kormány vállalja a felelősséget azért, hogy az új lakásépítések területén a tervezők és kivitelezők szinte azt csinálnak, amit akarnak, senki és semmi nem ellenőrzi és szabályozza a tevékenységüket. Köszönöm szépen!